A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, augusztus 13-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszámoló következik a Csángóestről, majd ellátogatunk a Viktória Rehabilitációs Központ Kulturmix programjára. Tartsanak velünk! Újra városunk vendégei voltak a Pusztinai Kakasok, a Csángó zenekar nagy sikerű koncertet adott a Városháza dísztermében. Három év kihagyás után ismét Székesfehérvárra érkeztek a Csángó hagyományőrzők. A Városháza dísztermében a Pusztinai Kakasok zenekar lépett fel és adott ízelítőt a páratlan Csángó magyar népi muzsikából. A város nevében Lerner Zsolt alpolgármester köszöntötte a fellépőket. Nagy szerencse, hogy Pusztinán szinte általános dolog a kiemelkedően jó zenei hallás, ezáltal a dalokon, zenén keresztül a nyelvet is könnyebb volt megőrizni. Erre építette Nyisztor Ilona a pusztinai gyermekek csángó magyar nyelvi fejlesztését is, és ezt tette lehetővé, hogy kultúrájuk bemutatásával a Kárpát-medencén túra is eljussanak. A 2012-ben tudtuk először meghívni Nyisztor Ilonáikat a városi táborunkba, ahol, ahogy ő nevezte, egy kultúra cserét tartottunk, és azokat a gyerekeket mutatta be, akik a Csángó Magyar Program keretein belül a Pusztinai Magyar Házban tanulják a magyar nyelvet. Akkor még sokan nem is beszéltek jól magyarul, és közülük már itt vannak többen, akik gyönyörűen beszélnek magyarul, és járják Magyarország tájait, és mutatják be sok helyen az autentikus csángó kultúrájukat. Pusztina egy meghatározó hely ilyen szempontból, és nagyon örülök, hogy tudtunk segíteni nekik abban, hogy ezt a missziót véghez vigyék, és most már egy új generáció mutatkozik itt be Fehérváron. Ugye eddig a hagyományőrző asszonyok jöttek évről évre ide, és mutatták be azokat a dalokat, amiket ők a szüleiktől tanultak. Most pedig már olyan fiatalok által alakított zenekar mutatkozik be, akik közül van, aki zeneakadémián tanulta, tanult hozzá ugye a gyökereihez, és profi zenészekké váltak, és most ez egy állomása az ő zenekaruk számára, hogy itt vagy Fehérváron a fehérvári közönségnek mutatkozzanak be. A Pusztinai Kakasok együttes 2019-ben jött létre a Pusztinai Magyar Házban, ahol a Magyar Örökség és Európai Polgárdíjjal kitüntetett csángó magyar népdalénekes Nyisztor Ilona szárnyai alól nőttek ki a tagok. A zenekar tagjai korábban rendszeres résztvevői voltak a Székesfehérvári Önkormányzat nyári táborainak. Immár fiatal felnőttként küldetésüknek tekintik, hogy a csángó kulturális örökséget, a hagyományokat felélesszék, éltessék és felelősséggel továbbadják. 6 éves korom óta énekelek népzenét. Először román népzenével foglalkoztam, mert a családommal Monyesten éltünk, mert ott nagyobb is jobb volt az iskoláztatás, mint mondjuk egy faluban. De a magyar népzenével a nagymamám által is sikerült találkoznom, őtől hallottam az első népzenét, vagyis hát csángó magyar dallamokat, archaikus imádságokat is tőle hallottam és tanultam majd, és már 12 éve énekelek, népzenével foglalkozom. Magyar nyelven mennyire voltak problémáid a tanulásával? Ha jól tudom, akkor alapvetően az okozott egy kis nehézséget. Először
ugye úton a faluba hozzánk mindig beszélgettek a szüleink, a nagyszüleink, úgymond anyom, apom, mámám, tátám és a rokonyak, az mindenki magyarul beszélgettek, de én és a fiatalok körében is, hogy nyilván román iskolába jártunk, románul mentünk templomba is, mindenhol környező falvakban románság volt, ezért nem tudtuk úgy kifejezni magunkat, és csak a magyar házban is tudtunk ezeket az írásban megtanulni, meg írni, megtanulni magyarul. Hát először a székelyeknél láttam, hogy ezt a nyelvet, amit beszélünk, le is van írva a táblán, hogy akkor Csíkszereda, vagy Kürtös Kalács, hát én nem is gondoltam volna. És elmesélek csak egy történetet, hogy a Monyesten, a piacon láttam egy néni, hogy mintha beszélgetne úgy, mint nálunk. És ránéztem, mondom, hogy de nem falusi. És így gondolkodtam, hogy vannak mások is, akik ugyanúgy beszélnek, mint műnk. És akkor jöttem rá, hogy akkor igen, mi vagyunk többen is, nem csak pusztinában. Ugye te pusztináról származol, de évek óta már Budapesten tevékenykedsz. Mit is csinálsz ott, illetve hogy keveredtél Budapestre? 2012-ben kerültem Magyarországra, Szombathely mellett Sében egy családnál, aki felfogadott, hogy a tanulással segített, és hogy elérjem a Zeneakadémiát. A Népzene tanszéken elvégeztem tavalyi szemeszterben, és most jelentkeztem a néprajzi szakon Pécsre, levelezőre, és hála Istennek felvettek, így hát bízom benne, hogy sikerül ezt a néprajzi vonalat is vinni. De a Budapesten már négy éve itt vagyok, itt fent. És miért lett neked olyan fontos mind a hagyományaidnak a megőrzése, fenntartása, illetve a gyökereidnek a felkutatása? Mi az, ami téged motivál ebben? Fontos számomra, hogy az identitást megőrizzük, és ebben a világban, hogyha a gyökereink nélkül akarunk lenni, az elég nehéz. És azoknak, akiknek nem igazán tudódik, hogy milyen gyökerükből állnak, nagyon-nagyon sokban szenvednek, és látszik is, meg érződik is az ember, hogy el van vezve. És nekünk, hogyha megadatott egy olyan helyzet, olyan lehetőség, hogy mi tartozunk egy közösséghez, amit már 18. században ottan mi a magyarságot éltetjük, és még mindig harcolunk, hogy meglegyen, akkor ez érdemes lenne ezt így tovább folytatni. Hogy látod, hogy álltok ebben az idézőjeles harcban? Annyi jóság van most minden harcban, hogy például Nyisztor Tinka most elérte azt, hogy pusztinában legyen magyar mise egyszer a havonta, így hát ennek nagyon örülünk, hogy nagyon örvendünk. Így is szoktak minden pénteken imádságot vagy imádkozni a templomban magyarul, de most már lehet magyar misét hallgatni, és reménykedjünk, hogy lesznek azért emberek, és támogatják maga a közösség, hogy tudják hallgatni. Mindig lesznek nehézségek, mindenhonnan támadnak, de hogyha tudjuk a célt, és tudjuk, hogy mit akarunk elérni, mit képviselünk, akkor semmi nem törhet minket. És végül egy utolsó kérdés, hogy mennyit tudsz egyébként te hazajárni amellett, hogy itt Magyarországon végzed a tanulmányaidat? Általában csak egyszer megyek nyaranta, amikor mindent itt Magyarországon tevékenységemet befejeztem, akkor egy hónapra körülbelül, de legkevesebb két hetet szoktam otthon lenni. Sajnos, mert jó lenne még otthon lenni kicsit az öregekkel és az idősekkel, tanácskodni, hogy kérdezzem, hogy volt régen, hogy csinálták ezt, hogy csinálták azt. Most ebbe is vagyok, és gyűjtöm a régi pózákat, úgymond a régi fényképeket, hogy néprajzi szempontból is, hogy milyen viseletek voltak, mikor vettek, mit vettek föl, de maga az ő életjük is nagyon sok erőt tud adni, hogy nekünk is ilyen világban, milyen nehézségek mellett, teljesen más nehézségek mellett, de mégis nagyon, nagyon sokat tudnak adni, erőt adni. Hogyha ők rosszabb időszakokban is sikerültek, akkor nekünk is menni fog. Ágról szakadt madár vagy te, elvetett vele felejtve.
utcába telepettél. Melyet országnak neveztél. Nagyon kicsika voltam, öt éves, amikor Niszta Ilonat Csaki a zenetáborba elhívott, vagy elmentem. És eleinte hát nem furuljáztam, hanem hegedültem, meg citeráztam. De hát nagyon gyorsan nem tudtam beleszeretni, mert mindig kellett hangolni, meg kellett ilyenekkel foglalkozni. És akkor egyszer csak hallottam valami sípolás, valami ízét, és nagyon-nagyon megtetszett ez a fadarab, ahogy ilyen szép, mesélős, nem tudom, hangokat ki lehet vej belőle, és így hát nagyon szerelmes lettem benne. És így 16 éve zenélek ma. És ha jól tudom, egészen komoly szinten zenélsz. Most mivel foglalkozol egészen pontosan? Hát már két éve, most kezdem a harmadik évet, hogy tanítok a Molvai Magyar Django Szövetség. És hát azzal foglalkozok, hogy továbbadom azt, amit hál' Istennek kaptam én is, és nagyon jól esik. Hogy talált meg téged a Moldvai Csángó Szövetség? Hát iskola után felhívtak, Kovács Melánia felhívott, hogy mit szólnék arra, hogyha elmennék nyáron táborokba így tanítani, meg hogy belekóstolni ebbe az életbe, nem tudom, ebben a tanítás izében. És hát féltem elején, tehát 19 évesen nem vagy felkészülve semmire. De nagyon-nagyon megszerettem, meg hogy én is fiatal vagyok, és ők is, a gyerekek is, akkor megkapjuk a közös hangot, és nagyon jól esik továbbadni, meg hogy velük foglalkozni. Talán többen emlékeznek róla a Fehérváról, egészen kicsik a gyerekként jöttél ide először. Milyen érzések töltenek most el téged, hogy ismét visszatértél Fehérvárra? Milyen emlékeid vannak Fehérvárról? Fú, hát vannak az emlékek. Hát az első az, amikor beléptem városházába, és így nem tudom, hogy feljött a bőröm egy kicsit, hogy emlékeztem, hogy nagyon kicsika voltam, és ott próbálgattam, ott fújtunk. És az így nagyon jól esett, meg rengetegen voltak, meg mindig jó szívvel fogadtak minket, soha nem volt az, hogy akkor most mutattak, hanem hogy mindig bárhol nagyon szívesen. Emlékszem, akkor még alig értettem, hogy mit mondasz, azóta azért sokkal jobban beszélsz magyarul. Ki segített nektek egyébként abban, vagy mi segített nektek abban, hogy jobban elsajátítsátok a magyar nyelvet? Hát szerintem a Csíkszereda, hogy ott végeztem, ott voltam 4 évet, és akkor magyarosodtam, úgymondva, pedig azt nagyon sajnálom. De nem sajnálom úgy, hogy nem esik jól, csak hogy egy kicsit ebből a csángó szavakból kicsit elmaradott a hétköznapi beszédemből. De hogy az segített, az, hogy voltak lehetőségek, meg Pusztinában is nagyon sok lehetőség volt, hogy akkor a Magyar Házban is voltunk, jártunk énekre, táncra, furjára, akkor magyar órákra, hál' Istennek, aztán bevezették az iskolába is, az általánosba, aztán meg annyira megszerettem azt a magyar mindenfélét, hogy Csíkszeredába tovább mentem tanulni csak magyar szakra, és akkor ez egy nagy fejlődés volt az életemben, meg sokat segített. Hogy látod egyébként az ottani fiatalságot, mennyire fogja meg ez a hagyományőrzés? Pusztinába? Hát egy kicsit hullámzóan, nem tudom, hogy nem sok mindenki vágyik, vagy arra, igen, inkább vágyik arra, hogy ezt megtanuljam, ahogy miért, mert van az okostelefon, akkor vannak ezek a külföldi lehetőségek, akkor most miért is folytassuk, de van remény meg, hogy vannak azok, akik járnak, és az a legfontosabb, hogy kicsikék is, de jók. Szóval nem muszáj 100 000-en lejenek, hanem kicsi is jó. Azért látszik, hogy vannak fiatalok, akik ezt őrzik, hiszen megalakult a ti együttesetek is. Hogyan alakultatok meg, mikor alakultatok? Fú, hát azt lehet mondjam, hogy már mindig is megvolt ez az együttes, csak hogy nem mártunk együtt lenni, nem hogy együtt lenni, hanem együtt fújni. Hát 2019-ben, csak a zenetáborunkban, hát úgy kezdődött, hogy
nekiálltunk, és Niszter Ilona meg Bolyad Dani ott voltak, és akkor valahogy együtt elkezdtünk, de mindig zenekar. Addig annyira a zenekarban nem fújt senki belőlünk. És annyira jól esett mindenkinek, hogy szó szerint ilyen extázban voltunk az egészen. És mondták, hogy jó lenne, mint zenekar, lépjetek fel. Igazából mi mondtunk Niszter Ilonának, de hogy aztán meg kell egy név. És hát sokat kakaskodtunk, sokat verekedtünk, sokat veszekedtünk köztünk, és akkor Ilona néni mondta, hogy akkor kakasok, de hogy nem mindenféle kakas, hanem hogy pusztinai kakasok lehetek, és akkor így jöttünk létre. Furian játszok, és először nem nagyon akartam furia órára menni, de édesanyámnak köszönöm, hogy ő biztatott, hogy menjek, csináljak valamit, és mondta, hogy biztos meg fogod szeretni, és így kezdtem furiázni. Ki tanított meg téged egyáltalán, meg miért nem szerettél volna? Hát azért nem szerettem, néztem, hogy nagyon nehéz jól játszani furian, de utána megtanultam, és mondom, hát nem is olyan nehéz, megtanulom, és jól lesz minden. És kitanított először, Kovács Krisztiánval kezdtem, és utána folytattam, sok tanárom volt. Még Bolyad Dani, Molnár Előd, Katona Eduard, Segerc Feri, sok minden. Mennyire jó érzés az neked, hogy megtaláltál egy ilyen közösséget, egy ilyen zenekarban összetudtatok állni, járni az országot? Hát olyan jól érzem magamat velük, nem is tudom megköszönni. Főleg Niszter Ilonának is segített minket, és nagyon büszke vagyok rájuk, ránk, és mindenkire. És hol végzette most a tanulmányaidat? Mivel foglalkozol most? Én még nem végeztem, én még Csíkszeredában tanulok. 14-es leszek, a könyvelést szakot tanulom, és remélem jól fogom befejezni a középiskolát, majd meggondolom, hogy hol fogok tovább tanulni. Kakasok küldetésüknek tekintik, hogy a csángó magyarság szívében, lelkében élő tisztaságot, őszinteséget, erőt megmutassák és továbbadják. Folytatódott a Viktória Rehabilitációs Központban a Kettcsináló Kultúrmix programsorozat. Az est vendégei Cserta Balázs zeneművész, Belegrai Orsolya festőművész, alkalmazott grafikus és Belegrai Tamás régész, múzeológus voltak. Remek hangulatú programmal köszöntötte vendégeit a Viktória Pódium Kettcsináló Turmix kulturális programsorozat nyári találkozója, amely a Viktória Rehabilitációs Központ alapítványának szervezésében indult. Az est témája ezúttal a művészetek és a mesterséges intelligencia, valamint a régészetben alkalmazott modern technika találkozása volt. Belegrai Orsolyával az elmúlt időszakban voltak közös munkáink, például plakátot készített nekünk a farsangi bálunkhoz, illetve a majd szombaton megrendezésre kerülő egy huron zenei találkozóhoz. Az ő szerencsétlenségére
egy betegsége vagy kézműtétje kapcsán találkoztunk, és így került számomra látott térbe a férje, akivel egyébként eddig nem ismertük egymást, de nagyon érdekes, ennek látszik a munkája, meg az, amit ő itt a város kulturális életéhez hozzátesz. Nagyon fontos, hogy itt van velünk Cserta Balázs is, illetve hát akkor beszéljünk először a Belegrai családról, hiszen a régészet középpontjában van Fehérvár esztendők, évtizedek, évszázadok óta. Igen, és hát most, hogy a Szent István Király Múzeum egy új ruhát kapott, és egy új, nagyon méltó körülmények közé költözött, azt gondolom, hogy ez egy lendületet jelent az ő munkájukba, életükbe, és hát méltó körülményeket teremt a munkához. A nagyszerű kiállítások, amik itt megvalósultak, talán ezt bizonyítják, és mindennek a tálalása, grafikai hátterének a megteremtésebe pedig Orsolya komoly munkát végzett, és azt gondolom, hogy őt is érdemes megismerni. És hát fontos számunkra, akit már ismerünk, tehát a Cserta család azért itt van Fehérvár kulturális életének középpontjában. Igen, hát közülük is Balázs, aki most itt szerepelni fog, egyébként egyszer már volt itt a pódiumon, nem egymagában, akkor egy népzenei formáció tagjaként. Hát ő azt gondolom, hogy egy világszám és város egy büszkesége, és szerencsére fiatal kora óta ismerem őt, illetve a családját, jó barátságban vagyunk. Úgyhogy igen, mondott az első hívó szóra, és reméljük, hogy nagy sikere lesz ma este. Szarvas József az alapítvány elnökének meghívására Cserta Balázs jazz szaxofon, népi fúvós előadó művész és tanár bemutatójával avatta be a közönséget a fúvós hangszerek világába. Meglepett a felkérés, nagyon szólóban nem szoktam elmenni muzsikálni, de természetesen a Jóska bácsi, nekem már csak Jóska bácsi a családi kapcsolat révén. Nagyon szívesen elfogadtam a felkérést, hiszen azt hiszem, hogy ez a nemes cél, ez mindent felülír, és igazából most megpróbálom bemutatni azt a fajta sokszínűséget, amit én a zenéléseim során megmutatok, úgyhogy mindenféle hangszert hoztam, és ezeket fogom bemutatni különböző összeállítások kapcsán. A folytatásban kivételes, ízig-vérig 21. századi témáról tartott előadással jelentkezett Belegrai Orsolya festő, alkalmazott grafikus, amelyben a művészetek és a mesterséges intelligencia találkozási pontjait elemezte. A kiállított térben természetesen a művész munkáit is megcsodálhatta a közönség. Egyre több helyen jelennek meg mesterséges intelligencia által generált tartalmak. És jó, hogyha az ember tudja, hogy mire számíthat, amikor ezekkel találkozik, hogy miről ismerheti fel őket, hogy vajon veszélyt jelent-e az a művészetre, hogy a művészekre, hogy a gép tudja-e reprodukálni azt, amit az ember több tíz év alatt sajátított el, belerakja a szívét és a lelkét. Az esten Belegrai Tamás régész múzeológus előadásában szintén a 21. századba kalauzolt el az érdeklődőket, hogy miként és hogyan segítik a modern technikák a régészek munkáját. Alapvetően a leginkább az alkalmazási terület az, hogy a megszokott manuális dolgokat, például a kézirajzolást, az egyszerű munkafolyamatokat a digitalizáció segítségével optimalizálni tudjuk, és adott esetben ki is tudjuk váltani. Például gondolok itt a drónok használatára. Azzal, hogy egy teljes
teljes felületet le tudunk repülni, és be tudjuk digitalizálni a teljes régészeti felületet, eszméletlen mennyiségű időt spórolunk azzal szemben, hogyha ezt terepen kézzel rajzolnánk milliméter papírra. Természetesen a kettőt azért együtt kell használni, mert az a biztos, de egyre jobban abba az irányba tart a digitalizálás és a modern technológiák, hogy ezt ki tudja váltani végérvényesen. A jótékonysági esten a mozgássérültek Victoria Rehabilitációs Alapítványt támogathatják a résztvevők. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.